Az uniós évértékelő beszédet 2010-ben José Manuel Barroso bizottsági elnöksége alatt vezették be. A cél akkor az volt, hogy bemutassák az EU pozitívumait. Ursula von der Leyen azonban inkább a következő év programbeszédeként használja a State of the Union-t. Ő először tavaly értékelt az Európai Parlament előtt. Tavaly alig említette a vakcinákat és a Covid igazolást, ezek csak az elmúlt 12 hónapban kerültek napirendre, vagyis ez a beszéd nem volt igazán alkalmas arra, hogy előre jelezze a járványügyi történéseket. Azonban amit a klímaügyről mondott, azt többé-kevésbé betartotta a bizottság, a labda most a tagállamok térfelén pattog, dönteniük kell a 2030-as 55%-os kibocsátás csökkentésről, mondta egy elemző. A bizottság júliusban jelentette be a klímaterveit, ennek részeként javaslatot tettek a belső égésű motorok gyártásának beszüntetésére az autóiparban 2035-ig. Von der Leyen beszélt tavaly arról is, hogy a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a demokrácia értékeit. Bár nem említette név szerint Magyarországot és Lengyelországot, de az uniós pénzek összekötése a jogállamisági feltételekkel nekik szólt. Von der Leyen kimutatta a foga fehérjét. Az volt a stratégiája, hogy a tavaly nyáron elfogadott költségvetés ügyében kötnek egy zavaros kompromisszumot a jogállamisági mechanizmusról. Ezzel elindult a költségvetés ügye, és összeállt a helyreállítási alap is, mára azonban világossá vált, hogy Magyarország és Lengyelország felé nem folynak majd az uniós pénzek, tette hozzá egy másik szakértő. A több mint egy órás beszéd célja az is, hogy az Európai Parlament képviselőit meggyőzze a bizottság programjának támogatásáról, és az átlagemberek számára is komoly mondanivalója van. Az embereknek és a sajtónak is figyelnie kellene erre, hiszen akár tetszik, akár nem, az Európai Bizottság egy nagyon erős szervezet, ugyanis monopóliuma van a több mint 400 millió európait érintő szabályok kidolgozásában, mondta egy brüsszeli riporter. A beszédet az Euronews élőben közvetíti majd szerdán reggel.